Kedves nézőink, reggel már egy kérdés erejéig ellátogattunk Oroszországba, de most egy kicsit hosszasabban fogunk ott tartózkodni. Ilyes György, Oroszország szakértő, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Akkor nézzük először ezt az orosz-ukrán konfliktust. Ez mennyivel komolyabb egy átlagos két ország közötti kis szkanderozásnál? Nem tudok most szebb kifejezést használni. Ez egy jelentős eszkaláció, amit az elmúlt hetekben látjuk, ugyanakkor nem példa nélküli. Amit itt fontos megjegyezni, hogy a mostani eszkaláció egyenlőre szimbolikus retorikai szinten marad, és minden jelentősebb szakértő egyetért abban, hogy egyenlőre ez egy szimbolizmus, tehát az ottani tárgyalásoknak az egyik szakasza, tehát jelentősebb katonai műveletekre egyenlőre nem kell számítanunk. Persze apró lehetőség erre megvan, tekintve, hogy mégiscsak egy háborús konfliktusról van szó, ahol történhetnek véletlenek, de a felek egyik fél sem érdekelt abban, hogy ebből tényleges katonai szembenállás legyen. Akkor az sem fordulhat elő, hogy azt mondja Oroszország, teszem azt, hivatkozva ezekre a úgynevezett szakadár köztársaságokra, hogy ottan kérem szépen bántják az oroszokat, ezért nekünk föl kell lépni. Tehát, hogy nem keresnek valamilyen okot arra, hogy itten erősebben oda csapjanak. Ez abban az esetben fordulhat elő, elsődlegesen, hogyha adott esetben a ukrán kormányzat részéről mutatkozna arra való nyitottság, hogy a mostani kelet-ukrajnai helyzetet katonai eszközökkel megoldja. Tehát én azt gondolom, hogy szemben azzal, amit a médiában általában olvasunk, hogy Oroszország nyitott arra, hogy egy ilyen hivatkozással belépjen hivatalosan az ukrán területre. Én azt gondolom, hogy ez nem szolgálna Oroszország érdekét, és egyébként pont a napokban a Ukrajna egyik vezető politikusa, aki ezzel a térséggel és problémakörrel foglalkozott, Reznikov miniszterelnök helyettes, azt nyilatkozta, hogy Oroszország külpolitikája maximálisan pragmatikus, maximálisan racionális, és ő nem lát ennek fényében egyenlőre annak a jelét, hogy ténylegesen katonailag be akarnának avatkozni, hanem inkább csak szimbolikusan ugye megmutatják a saját erejüket. Két kérdés. Az egyik az, hogy megmutatják a saját erejüket, ez összefüggésbe hozható-e azzal, hogy ősszel Oroszországban választanak, és hogy Putyin próbálja minél erősebbnek mutatni magát, bár zárójeles megjegyzés, hogy azért a jelenlegi állás szerint nagyon nem kell izgulni a választás kimenetelét illetően. Ez összefügg részben egyébként az orosz belpolitikával is, de az igazság az, hogyha valaki napi szinten figyeli az orosz médiát, közbeszédet. Ez a mostani eszkaláció orosz szempontból ez nem most kezdődött, hanem tulajdonképpen tavaly október-november környékén, amikor a karabahi események zajlottak, akkor megjelentek az ukrán média térben olyan vélemények, szakértői vélemények, politikai vélemények, hogy igenis érdemes arra gondolni, hogy kelet-ukrajnai eseményeket, kelet-ukrajnai helyzetet azt katonai megoldással lezárják. És Oroszország ekkor első körbe orosz szakértők kezdtek el arról beszélni, hogy hát Ukrajna ebbe az esetben inkább azzal számoljon, hogy 2008-as grúz háború eseményei ismétlődhetnek meg, nem pedig a karabahi események, és onnantól kezdve gyakorlatilag napi szinten, heti szinten
növekedett ez a fajta retorika. Ukrán-orosz fél egyaránt súlyosbított a kijelentéseken. Ez egyébként is jellemző ugye a mai külpolitikára sajnos, hogy ilyen túlzó retorikával élnek a felek. De kétségtelen egyébként, hogy az orosz szempontból, belpolitikailag egyébként egészen pozitív ez a szembenállás, ez az eszkaláció, hiszen ilyenkor ugye még az egyébként Putyin rendszerre szemben szavazók, tehát az ellenzéki képviselők is beállnak a közös orosz védelem ügye mögé. Értettem. A másik kérdés pedig az, hogy nyilvánvalóan az ukrán elnök tudja, hogy melyik az a telefonszám, amin utolérheti az orosz elnököt. Nem volna praktikusabb ilyenkor egymással beszélni, és utána mind a két fél tök jól tudnak, szerintem, ha én politikai kommunikációval foglalkoznék, tudna belőle kijönni. Az ukrán elnök úgy tudna előadni otthon, hogy én kiharcoltam azt, hogy itten legyen valami békeszerűség. Az orosz elnök pedig azt mondhatja, hogy hát én pont a béke miatt megengedtem nekik. Tehát, hogy mind a kettő a saját kommunikációját meg tudná erősíteni. Meg hát azért pontot lehetne tenni ideglenesen ennek a konfliktusnak a végére. Igen, hát ez lenne a jobb megközelítés, és egyébként ebben a konfliktusban láttunk ennek a jeleit, tehát korábban többször is előfordult ilyesmi, legutóbb ugye 19-ben, amikor a Zelenszkij megválasztása után a normandiai négyek összeültek. Ebben az esetben most részben egyébként az ukrán elnöknek is jól jött ez az eszkaláció, tehát az ő belpolitikai helyzete is romlott jelentősen az elmúlt időszakban. Nem beszélve arról, hogy Ukrajna nemzetközi támogatása szempontjából is rendkívül fontos az, hogyha az orosz veszély az kvázi a határon megjelenik, mert láttuk, hogy gyakorlatilag az eszkalációt követően közvetlenül hívta a Zelenszkij elnöket a Biden elnök, aki korábban pedig több mint két hónapig nem hívta, és emiatt az ukrán belpolitikában gyakorlatilag csak ezzel foglalkoztak, hogy hogy lehet, hogy az amerikai új megválasztott elnök nem hívja fel az ukrán elnököt. Tehát ez megoldódott ebből a szempontból. A mostani eszkaláció egy kicsit más, mert itt ugyan állítólag Zelenszkij próbálkozott azzal, hogy felvegye a kapcsolatot Putyinnal, de az igazság az, hogy mi sarokba szorította magát a legutóbbi normandiai egyeztetés követően, mert ott születtek megállapodások, és mindkét fél egyes részeit ezeknek a megállapodásoknak nem tartotta be, és az orosz álláspont itt az, hogy amíg nem történnek előre mozdulások ebben az ügyben, tehát a korábbi megállapodásokat nem teljesítik, addig nincs miről beszélni. Értettem. És akkor nézzük még egy másik témát, ami így vagy úgy, de hatással lehet az oroszországi választásra. Nem volna esetleg praktikusabb úgy vigyázni Navalnyira az orosz hatóságoknak, mint a hímes tojásra? Ha ne agyisten valami baja van, baja lesz, az, hogy most hogyan és miként ítélték el, ebbe most nem menjünk bele, mert ez, de hogy most nagyon kéne rá vigyázni, hogy ne történjen vele semmilyen baj. Vagy tévedek? Igen, hát a Navalnyi ügy az egy kicsit nehéz az orosz kormányzat számára, tehát eleve is egy problémás ügyé vált. Azt kell látni egyébként, hogy a Navalnyi belpolitikai támogatottsága az messze nem olyan, mint amilyennek tűnik a nemzetközi médiát olvasva. Tehát legutóbbi független felmérés azt mutatta, hogy az oroszok majdnem 50%-a egyetért az ítélettel például és bebörtönzésével.
Ez most a múlt héten talán jött ki ez a felmérés. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy igaza van, tehát és itt a Navalnyit jó egészségben kellene megtartani, és nem orosz kormányzat szempontjából, és nem mártírt csinálni belőle. Szerintem az orosz hatóságok képességeikhez, és nem tudom, hajlandósághoz képes próbálnak egy ilyen egyensúlyozó helyzetet kialakítani, ahol látszik, hogy azért, ha valaki az orosz kormányzattal szemben van, és börtönbe kerül, akkor annak vannak tényleges következményei, és aközött, hogy ne történjen vele valamilyen súlyosabb baj. Szerintem ilyesmit láthatunk most, de megint erről nem nagyon tudunk valós adatokat, mert részben csak azt tudjuk, amit a Navalnyi támogatók nyilatkoznak, illetve amit az orosz kormány. És nyilván egyik fél sem független a saját ítéleteiben. Világos. De azt elmondhatjuk, ugye, hogy Vlagyimir Putyinnak nem biztos, hogy álmatlan éjszakái lesznek, hogyha a választásra gondol. Nem kell izgulnia, akkor így kérdezem, ugye? Egyelőre nem tűnik úgy, mintha gond mutatkozna a választás kapcsán. Itt érdemes lesz a következő időszakban, április azt hiszem 21-én fog egy ilyen éves nagy beszámoló beszédet tartani, vagy programbeszédet tartani az elnök, amit egyébként szokott minden évben, és ez az a beszéd, amely sok mindent elárul majd arról, hogy mi várható itt össze, mert részben reagálni fog az elmúlt évre, ami a Covid éve, ugye, részben ezzel kapcsolatos gazdasági problémákról, illetve azok megoldásáról, szociális helyzet fejlesztéséről fog beszélni valószínűleg, és nem kizárt, hogy nemzetközi kérdésekkel is foglalkozik. Minden esetre az orosz belpolitika azt gondolja jelenleg, hogy ez a programbeszéd, ez az éves beszámoló fogja meghatározni majd azokat a témaköröket, amelyek majd a választásra kihatással lesznek az őszi választásra. Figyelni fogjuk, mert érdemes lesz ezek szerint. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta, és segített egy kicsit minket eltájékozódni a Nagy-Oroszországban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!